készülj fel erre, hogy kb. A gyakorlásod egy tükröt fog mutatni neked a saját életeddel és a saját viselkedéseddel kapcsolatban. Sziasztok, Andi vagyok, üdv a csatornán, és a mai videó a jóga körül fog forogni. Kicsit lájtosabb téma az előző boldogság, miért nem vagy boldog témakörhöz, hogyha nem láttátok esetleg, akkor csekkoljátok le, mert szerintem ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy nagyon összeszedetlen és nagyon zizi lesz az egész, egészen értelmesen elmondtam, amit akartam, úgyhogy ezt a videót ajánlom nektek. És jóga, igen, nagyon sok üzenetet szoktam kapni így a jogával kapcsolatban, mióta jogázom, miért jogázom, mit szeretek benne, ha nem vagyok elég hajlékony, jogázhatok-e, ennyi meg ennyi idős vagyok, elkezdhetem a jogát. És én nem is tudom, hogy mióta jogázom, mindjárt megnézem itt a képeim között. 2014 második felében volt az első jogás képem. Magyarul 4-5 éve azért most már lassan jogázom, ami számomra is amúgy tök durva, ezt sose számoltam ki. Na de a lényeg, hoztam nektek 7 különlegességet, 7 tényt, 7 érdekességet a jogával kapcsolatban, amit talán nem tudtatok, vagy ami esetleg választad így a kérdéseitekre a jogával kapcsolatban. Valamilyen szinten szerintem közel lehet a közösségi médiának ahhoz, hogy a jóga egyre felhájpoltabb, felkapottabb lett, és egyre többen jogáznak, aminek amúgy én nagyon-nagyon örülök. Jóga azért sokkal, de sokkal régebbre húzódik vissza. Csak hogy pontos adatokat mondjak, itt rákerestem azért a dolgokra. A jógának nagyjából 5000 éves védikus tradíciói vannak, és az első olyan írás, amiben a jóga viszonylag központi szerepet játszott, a Hindu Bhagavad Gita volt, ami időszámításunk előtt 500-ra tehető. A következő könyv, amit megemlítenénk, időszámításunk előtt 100-ra rakható, ami Patanjali-nak a Yoga Sutrák című könyve, ami úgy a klasszikus jógát foglalta össze. Úgyhogy ha a jógának az ilyen szintű alapjai érdekelnek, akkor ez a könyv alapmű. Ahogyan a jóga elkezdte ugye a térhódítását, nyilván különböző ágazatai jelentek meg, átalakultak, de azért az alapja mindig is ugyanaz marad, attól függetlenül, hogy pizsamában gyakorolsz, vagy megveszed a legdrágább Lululemon, meg alójóga, meg hasonló cuccokat, úgyhogy nem ettől függ a gyakorlásodnak a minősége. De elég is a töriből, jöhet a második dolog. Ugye külső szemlélőként azt látja az ember, hogy különböző nyakatekert pózokba vagyunk, ott azt kitartjuk, utána valahogy átvezetjük fura mozdulatokkal egy következőre, és egyik másik póz azért valljuk be, nagyon nehéz tud lenni. Nekem is vannak kivételesen challenging, hogy hívják ezt, kihívást jelentő pózok. De azt szokták mondani, hogy a savasana a legnehezebb póz, ami igazából hátadon fekve, tenyerekkel fölfele, teljesen ellazulva, lélegzel. Ilyen nagyon, nagyon egyszerűen megfogalmazva. És ez a póz a gyakorlásunk legvégén szokott jönni. Van, amikor közben is azért néha így pihenésképpen felveszük ezt a pózt. De hogy miért is ez a legnehezebb? Azért, mert ebben a pózban nem koncentrálsz már egy idő után a légzésedre, és teljes relaxációban van az elméd és a tested is. Na most az egy dolog, hogyha a testedet el tudod lazítani, de egy intenzív gyakorlás után, amikor úgymond végre szabadok a gondolataid, akkor rengeteg dolog át tud futni az agyadon, folyamatos gondolatok cikáznak, és attól függetlenül lazítanod kéne, azt érzed, hogy már azon gondolkodsz, hogy 2 nap múlva mit kéne főz, most mennyire fáj a lábad, a karod, a melletted lévő miért veszi furán a levegőt. Szóval ezeket a gondolatokat azért nehéz kordában tartani, és nem is mondom, hogy rögtön ezt tudnod kell, de szerintem ez az egyik dolog, amiért így mondják, hogy nehéz ez a póz. A következővel szerintem nem mondok nagyon nagy meglepetést, de az egész jogának, a jogázásnak a légzés az alapja. Az oktatón vagy más helyeken azok az oktatók, akikhez így szoktam járni, mindig mondják, hogy egy póz soha ne menjen a légzés rovására. Hogyha úgy érzed, hogy már nem tudsz minőségi joga légzést csinálni egy adott pózban, akkor kicsit vegyél vissza. Kicsit húzd vissza a lábad, kicsit gyere följebb. Nem az a lényeg, hogy belekergessük magunkat egy-egy pózba, mert az jaj, de jól néz ki, vagy ilyen szinten túl kell tolnunk a határainkat, hogy már nem tudunk rendesen lélegezni, mert a légzés az alap, és a légzés a legfontosabb. Vannak olyan joga gyakorlások, például az astanga, ahol kifejezetten a légzés szám is meg van adva, és hogyha együtt jogázik, nem tudom, 30 ember együtt astangázik, akkor hát
hivatalosan ugyanannyi lélegzetet vesznek egész órán, mert ugye légzésre vannak számolva a pózok, az ászanáknak a megtartása, és az elképesztő, hogy egész órán nem hallasz más, csak egy mély belkilégzést. És a jóga légzés minősége teljesen más, mint a hétköznapi, mert ugye itt azért figyelünk rá, tudatosabb, mélyebb, máshova veszed máshogy a levegőt, ezáltal nyilván sokkal több oxigén jut a szerveidbe, az agyadba, és egy hatalmas ilyen tisztító ereje van ennek a légzésnek. Úgyhogy emiatt is ajánlom amúgy a jogát, mert elképesztően sokkal frissebbnek érzed magad egy-egy óra után, már csak a légzés miatt is. Ja, és hát arra is akartam kiukadni itt, hogyha egy-egy jogapózban vagy jogázás közben azt érzed, hogy hirtelen túl sok minden, nem bírod, akkor csak térj vissza a légzéshez, és mindig koncentrálj a légzésre. Szóval mindig ez az, amihez úgymond visszatér az ember. A következő pont egy olyan kérdésre vezethető vissza, amit folyamatosan kapok, és ez a hajlékonysággal kapcsolatos. Nem vagyok elég hajlékony, jogázhatok-e? Semmit nem gyakoroltam, nem táncoltam, nem balettoztam, nem csináltam semmit. Jogázhatok-e? És srácok, a jóga mindenkié. Szóval az egy dolog, hogy nekem ugye elég komolyan sport, táncos múltam van, ettől függetlenül sosem volt lent a spárgám. 2 év jóga után így lent volt, és nem voltam hajlékony. Volt azért, jó, hajlékonyabb voltam az átlagnál, de 15 év tánc után nem azon a szinten voltam hajlékonyságban, mint mondjuk a társaim, de nem is érdekelt annyira, szóval nem is tettem túl sokat azért, hogy hajlékony legyek, de jóga közben egyszerűen természetesen is nyúlnak ezek az izmok, szalagok, és észrevétlenül leszel hajlékonyabb. Viszont nagyon fontos tény, ez ilyen plusz egy fél pontként mondom, nem az a lényeg, hogy hogy mutatsz a pózban. Nem az a lényeg, hogy odaér-e a lábadhoz a kezed, le tudod-e rakni a kezedet, hátra tudsz-e hajolni, hogy a fejeddel elérd a bokádat, meg hasonlók, én sem tudom megcsinálni. Klisé hangzik, nem klisé hangzik, az a lényeg, például mondjuk egy előrehajlásnál nem az a fontos, hogy leérjen a kezed, hanem az az út, ami oda visz, hogy leérjen a kezed. Mert nem a testnek a hajlékonysága, vagy így a flexibilitásra számít, hanem így az elmédnek. És jóga közben rengeteget tanul saját magadról, saját egódról, mert higgyétek el, hatalmas harcokat vívunk mi is egy-egy pózban, amikor azt érzed, hogy itt a határ, innen nem lehet tovább, és az elméd kb. Üvölteni tudna, hogy gyere vissza, nem bírod, fáj, és olyankor vesz az ember egy mély levegőt, ezt elengedi, és onnan indul el a jóga, onnan indul el a póz, mert nem egyszer volt olyan, hogy azt éreztem, hogy nem megy, úgy voltam vele, hogy de, elengedem, és egy 3 légzés után már elértem úgymond azt a szintet, vagy azt, amit azt gondoltam, hogy nem fog menni, úgyhogy itt tényleg olyan határokat tud megmozgatni az ember, hogy arra jön rá, hogy nincsenek határai. De tényleg rengeteg ilyet tapasztal és tanul az ember gyakorlás közben. És igen, ahogy mondtam, a jóga nem csak abból áll, hogy egyik pózból a másikba beleereszkedünk, folyamatosan tanulsz közte, és nekem is vannak olyan napok, amikor lazán lemegyek spárgába, vagy lazán megtartok egy pózt, és van, amikor egy sima, egyszerű fapózból kidőlök, és nem tudom miért. Vannak ilyen napok, van, amikor hátrébről indulunk, valamikor előrébről indulunk, de mindig ott vagyunk, ahol lennünk kell, és onnan építkezünk, ugyanúgy, ahogy az életben is. Ja! És nem hagyhatom ezt se ki, hogy a jóga megfiatalít, mert hát tényleg így van, szokták mondani, hogy annyira vagy fiatal, amennyire a gerincet hajlékony, és akárhogyha csak anyura ránézek, aki sokkal többet jogázik, mint én, és mondom, atya úristen, te ezt így hogy, meg egyáltalán nem annyinak néz ki, amennyi. Szóval hatalmas tisztelet annak, aki akár idősebben, akár fiatalabban, de jogázik, mert higgyétek el, nagyon-nagyon sok előnye van attól az eddig felsoroltakon kívül, hiszen a mozgás és a sport alapvető előnyein kívül a jóga ugye pozitív hatással van a vérkeringésre, lenyugtatja az idegrendszeredet, hiszen ezt azért sejthettük, de ezen kívül nagyon szeretem azt az angol
az idézetet, bocsássatok meg, egész nap angolul olvastam, és egyszerűen nem jönnek a magyar szavak a számra. Szóval úgy hangzik, hogy I bend so I don't break, és ez azt jelenti, hogy hát bend az alapvetően a nyújtás, stretching, és megint mondok egy, na jó. Szóval a bend az ugye egy nyújtás jelenti, hogy ha nyújtok, akkor ugye nem török, mert hogy ahogy hajlok, ez nem lehet rendesen lefordítani magyarra, értitek mire gondolok. És hogyha spirituálisan nézzük, amiben ugye ebbe a videóban nem annyira mentem bele, mert iszonyú hosszú lenne, meg hát a jóga mögött tényleg annyira sok tanítás, tudás, információ, spirituális téren is rengeteg van, hogy szerintem az egy teljesen külön videó lenne. De most így olyan hétköznapi dolgokról gondoltam beszélni, de ugye jóga közben azért sokkal inkább összekapcsolódsz így a, így nem tudom, a lelkeddel, a belső éneddel. Úgyhogy ez is egy olyan faktor, ami mellett így nem mennék el szó nélkül. És az utolsó, egy picit talán összefoglaló mondata az eddigieknek, hogy ahogyan a matracodon viselkedsz, olyan vagy a való életben is, és ha még nem jogáztál, lehet, hogy ez picit furának tűnhet, de én például azt érzem, hogy amikor elkezdek gyakorolni, akkor visszatérek úgy az igazi énemhez, akkor vagyok úgymond a legjobb énem, aki szeretnék lenni, mert pláne eleinte, amikor elkezd az ember jogázni, ugye másfél órán, egy órán keresztül digitális detoxon, nincs a kezedben a telefon, csak te vagy, szóval te és a gondolataid és a légzésed, és az a többi ember, aki ott van körülötted, aki lehet, hogy ennyire van tőled, mert nekem is volt olyan, hogy így voltak a matracok egymás mellett ekkora helyjel, és igen, először nagyon furcsa volt, hogy egy teljesen idegen ember belemászik az aurámba, és amikor kirakja oldalra a kezét, az itt van, és nem tudok mit kezdeni a helyzettel. És ilyenkor rengeteg dolog átfut az ember agyán, akár pozitív, akár negatív, és érdekes, hogy ezeket hogy kezeli az ember, mert nem tudsz arrébb menni, nem tudsz rászólni. Szóval az alapvető emberi reakciók, amik a való életben lennének, hogyha mondjuk valaki neked jön, vagy valaki hozzád ér, akkor arrébb mész, vagy megszólalsz, ezek itt nem működnek. Szóval máshogy kell kezelned ezeket a problémákat, és erre úgymond rá vagy kényszerítve, mert ott vagy, és nem szólalhatsz meg, és csak a gondolataiddal tudod kezelni ezeket a helyzeteket, és ez nagyon-nagyon izgalmas tud lenni. De természetesen az oktató is nagyon sokat segít abban, hogy minden lejön a jogázók arcáról, szóval, hogyha hirtelen kicsit kipillantasz úgymond a többiekre, akkor látod, hogy XY-t azért mi zavar, meg milyen problémái vannak, és ilyenkor ezt az oktató is természetesen ugye észreveszi, és segít nekünk abban, hogy belülre figyeljünk, magunkra figyeljünk, ne foglalkozunk XY-nal. Lehet, hogy a melletted lévő fütyülve áll a pózba már az ötödik légzés óta, és te meg még mindig azzal szenvedsz, hogy megállj az egyik lábadon. És igen, olyankor nem kezdhetsz el pufogni, mert semmi értelme, nem kell minősítened a gyakorlásodat. És szerintem ez az egyik legfontosabb mondat az egész videóban, nem is tudom, hogy miért most mondtam el, de nem minősíts saját magad másokhoz, az oktatóhoz, senkihez, saját magadhoz, és ilyen téren magaddal sem szabad szigorúnak lenned. És nagyon hosszú lesz ez a videó, pedig azt hittem, ez valami nagyon kis rövid lesz. Szóval összesítve ezt a pontot, főleg a jóga gyakorlásaid elején egy hatalmas egóharc fog zajlani a fejedben. Ha nem, akkor az nagyon király, de készülj fel erre, hogy kb. A gyakorlásod egy tükröt fog mutatni neked a saját életeddel és a saját viselkedéseddel kapcsolatban, de szerintem pont ettől olyan izgalmas az egész. És ez szerintem tökéletes végszó a videónak. Nagyon remélem, hogy meghoztam a kedveteket így a jogázáshoz, és nem ijesztettelek el ezekkel a dolgokkal, mert tényleg elképesztő hatással van az ember életére, én is hihetetlenül hálás vagyok a jogának. És szeretnék több jogás tartalmat mind Instagramra, mind ide YouTube-ra is hozni, úgyhogy szerintem a következő videó az mindenképpen jogával kapcsolatos lesz, mint gyakorlás. Hát ha kedvet kaptok, és akkor már jöttök is gyakorolni velem a következő videóba, úgyhogy ha szeretnétek, akkor légy szíves, kommenteljétek, és hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és hogyha jogáztok, akkor meséljétek el, hogy nektek milyen jellegű tapasztalataitok voltak így
jogával kapcsolatban, vagy ilyenekről, amikről ugye beszéltem, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengettyűt is, és akkor kaptok értesítést, nem tudom, hogy miért tettintek. Ma mindegy, iratkozzatok fel, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!